Hónapok óta készültek a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola diákjai a március 15-i műsorra. Az iskola igazgatója azt mondja, nagyon hálásak, hogy végül sikerült megoldást találni az ünnepség közzététele. Nagyon-nagyon elkeseredtünk, amikor először arról volt szó, hogy egyáltalán nem is lesz ünnepség. Ugye a gyerekek készültek, mindenképpen szerettük volna, hogy kiteljesedik azért ez a műsor, és elő tudják adni. Végül is ez sikerült, és ennek nagyon örülünk, még akkor is, ha csak ilyen formában. Ács Rezső Szekszárd polgármestere is megosztotta ünnepi gondolatait. A városvezető kiemelte, a szabadságharc hőseinek elszántságának alapja magyarságtudatuk, a nemzethez való tartozás megtapasztalása volt. 172 évvel ezelőtt egy kis nemzet kelt fel, hogy kivívja a szabadságát. A március 15-i műsor sorsa az utolsó pillanatig kétséges volt. A koronavírus terjedésének megállítása érdekében hozott kormányzati intézkedések értelmében ugyanis tilos zárt térben megtartani 100 fő, szabadtéren 500 fő feletti rendezvényeket. Szekszárdon a városvezetés úgy döntött, hogy megtartják a március 15-i ünnepséget a Babits Mihály Kulturális Központban, de csak a résztvevőkkel. Az 1848-as, 49-es forradalomra és szabadságharcra való megemlékezésről a Tolnatáj Televízió készített felvételt, amit online tesznek majd közzé. Megkerestük azt a megoldást, amellyel a jelenleg rendkívüli helyzetnek is meg tudunk felelni, de viszont tudunk tisztelegni ősök előtt. Az a megoldás született, hogy Babitsban a műsor elhangozik, a beszéd elhangozik, és akkor Facebookon online meg lehet tekinteni vasárnap az eredeti ünnepség időpontjában délelőtt 10 órakor. Azt gondolom, hogy nagyszerű műsor volt, rendkívüli helyzet van, de mindenképpen azt szerettük volna, hogy ez a nap megkapja maga méltóságát, függetlenül attól, hogy a külső tényezők nem igazán kedvezők ebből a szempontból. A polgármester elmondta, a koszorúzást sem tartják meg a 48-as emlékműnél, de azt nem tiltották meg a szervezeteknek, magánszemélyeknek, hogy ott koszorúkat helyezzenek el.